A lángok nem terjedtek át a tetőszerkezetre, a födém azonban átégett. Dolgozom, csinálom az alsó épületet, csak azt vettem észre, hogy nagy püspa. Egy fél óra múlva már kint voltak a tűzoltók, eloltották, utána egy fél óra múlva megint lángra kapott. Ugyanúgy szintén kijöttek, a tűzoltók eloltották, nem tudom, mi történt tovább. A karcagi és a püspökladányi hivatásos tűzoltók három vízsugárral és kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. A lángok az épület belső teréről átterjedtek a födém szerkezetre is. Az esethez karcagi, illetve püspökladányi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik három vízsugárral megfékezték a lángokat, majd megbontották a födém szerkezetet, hogy a további izzásokat, parázslásokat megszüntethessék. A ház lakhatatlanná vált, a benne élő embert rokonok szállásolták el. Szerencsére a tűz következtében senki nem sérült meg. Sütöttem a húst olajba, és kimentem egy ideig mellékelségbe, és mire bejöttem a vécérű, lángolt minden. A ház lakója hozzátartozóknál kap elszállásolást.